Üdvözlök mindenkit! A mai videóban a Fantasztikus 4-esről lesz szó, ugyanis az utóbbi hónapokban rengeteg új információ jelent meg a filmmel kapcsolatban, és könnyen lehet, hogy hamarosan még több tartalom fog érkezni ebből, hiszen elképzelhető, hogy az augusztus az ezzel a filmmel kapcsolatos hírekkel lesz majd tele. Szóval nézzük, hogy mik a legfontosabb dolgok, amik az utóbbi időben kiderültek. Ebben a hónapban kerül megrendezésre a komikon, ahol a Marvel is jelen lesz, és egy dolog biztos, Erről a filmről rengeteg szó fog esni, ezt a komikon promóciós anyagai is elárulták. Ezen kívül ezeken az anyagokon még egy nagyon izgalmas dolgot is ki lehet szúrni, de erről majd később. Korábban azok voltak a legnépszerűbb plegykák, teóriák, hogy majd a film a múltban fog játszódni egy másik világban. Azt, hogy egy másik világban játszódik, ezt megerősítette már a Valentini plakát, ami rengeteg teóriatárgyát képezte. Többek között ide, erre a csatornára is érkeztek teóriák, azokat javaslom megnézni, hiszen a legtöbbjük a mai napig aktuális. Feige nemrég egy podcast műsorban elárulta, hogy ez nem csak a múltban fog játszódni, hanem egy másik világban is. Tény, hogy egy másik világban játszódik a film, az nagyon sokat mondó, ez lesz ennek a szegának az egyik legfontosabb filmje. Egyértelműen a titkos háborúkat fogja előkészíteni. Ami különösen érdekes a főgonosz kapcsán, hogy olyan hírek jelentek meg, miszerint több klasszikus, fantasztikus négyes gonoszt is látni fogunk. Ez elsőre talán nem hangzik különlegesnek, pedig nagyon is az. A klasszikusnak számító fantasztikus négyes gonoszok mind bosszúállók szintű gonoszok. Például Kang, Doom, Galactus. Ők mind klasszikus, fantasztikus négyes gonosznak számítanak. Galactusról már korábban is hallhattuk, hogy ő lesz a fő, -fő gonosz. Reméljük, hogy nem lesz rövid életű, de itt most Galactus ebben a videóban csak másodlagos. Itt van Doom és Kang, akik nagyon fontosak lehetnek. Olyan hír már jött, hogy még a bosszúállók 5 előtt látni fogunk pár Kang variánst, és mikor máskor, hogyha nem itt. Ha lesznek klasszikus F4 gonoszok a filmben, akkor Kengnek itt a helye, főleg, hogy ez a darab egy nagy lépés lesz a Sega záró felé, így a Sega főgonoszának ebben a filmben is ott a helye. Na de mi van Dr. Doommal? Volt idő, amikor nagyon plegykálták az ő feltűnését, ő ugye a képregényekben a titkos háborúkban főszerepet töltött be. Ha Keng is benne lesz a filmben, és Doom is, akkor ez a két karakter kulcsfontosságú szövetséget köthet, ugyanis azt már tudjuk preklákkal alapján, hogy Kenga Hódító szövetségeseket fog keresni magának, és Dr. Dum tökéletes lenne erre, és ez a képlegényekkel is teljesen megegyezne ez egy extrém páros lenne a két bosszálók filmhez, és lehet, hogy az ötödik részben azt látnánk, hogy Doom és Kang a hódító együtt harcolnak a Kang tanács ellen. Szerintem ez egy nagyon kreatív döntés lenne, és nem ugyanazt a sémát lőnék kell, hogy a bosszálók ötben veszít a csapat, a hatodikban pedig nyer. Ezt már láttuk a végtelen szagában, szerintem itt a multiverzum szagában mindenképp valami újra lenne szükség, és ez tökéletes lenne. És akkor rátérve erre a kis promóciós plakátra, kiszúrhatunk egy Future Foundation feliratot. Ők a képregényekben egy olyan csapat voltak, akiket Reed fejlesztett ki, és a későbbiekben például Pókember is csatlakozott hozzájuk és oszlopos csapattag. Itt szinte biztosan az alap lesznek bemutatva, és ha már említettem Dr. Dumot, akkor ők elég gyakran megfordultak látvérjában, sőt a titkos háborúkban is ott voltak, és amikor Reed újraépítette a 616-os földet, nekik abban is szerepük volt, bár igaz, hogy őket eleinte újra kellett éleszteni, mert az életüket vesztették. Nem tartom kizártnak, hogy Reednek majd a későbbiekben az egyik idézőjeles küldetése az lesz, hogy a saját földi újra építse. Mert a fantasztikus négyes filmben el fog pusztulni a föld, és majd ők így fognak keveredni a titkos áborukhoz. De talán majd nem sikerül csak egyedül az ő újra újraépíteni, hiszen több föld is elpusztul és úgymond egyesülni fognak a világok, akár csak a képregényekben, és így fog létrejönni az új Marvel univerzum, ahol tiszta lappal új történeteket lehet indítani, vissza lehet hozni a régebbi karaktereket, akár új színészekkel, szóval ez tökre adná magát. Bele tudnék menni bővebb teóriákba, de egyelőre nem szeretnék, ugyanis most jön a Deadpool 3, viszont nem sokra rá érkezik a komikon, mint ahogy a videó elején is említettem, és az egyik fő dolog, amiről a Marvel beszélni fog, az a Fantasztikus 4 szóval a nyár hátralévő részében sem lesz utalom, és bőven lehet majd fantasztikus négyes videókat csinálni. Ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozatok, fel, és nyomjátok be a csengőt is, hiszen továbbra is a hónap minden napján érkezni fog videó, ha úgy érzitek, akkor csatlakozzatok a tagok közé, ahol előre meg lehet tekinteni a videókat, kommentbe pedig írjátok, hogy ti mit gondoltok ezekről, vagy hogy milyen elméleteitek vannak a filmhez. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot! Sia stock